Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgóbajnokság első osztályában a 17. forduló mérkőzéseit bonyolították le a héten, kedden és csütörtökön. A tabella második helyén álló Bombon a kieső zónából menekülő maratonsporttal találkozott. Bombon maratonsport összecsapást tehát a Székesfehérvári Városi Kispályás bajnokság 17. fordulójában. Zöld mezben a maratonsportgárdája, míg fehérben a Bombon, és ebben a pillanatban elkezdődött a mérkőzés. Szabó Zoltán próbálkozott rögtön egy kapuralövéssel, mindjárt itt az első percben. Mindkét gárda jó szériában van, hiszen eddig jól teljesítettek tavasszal. A Bombon jelenleg a bajnokságban a második helyen áll, a Szépházak ingatlan iroda mögött, 36 pontjuk van. Idén az idei első fordulóban, ami a 14. volt, 6-1-re verték a Simi és Barátai gárdáját, majd a következő fordulóban 4-0-ra a Polyák BT-t, és az elmúlt fordulóban, ami a 16. volt, közben Ismét Szabó Zoltán próbálkozott egy lövéssel, akkor egy izgalmas meccsen 5-4-re már képészet a Makerem 57 Kft. Csapatát. A másik oldal a maratonsport kiesés ellen küzd, és ezt sikerül is most elkerülni a kieső helyekről a csapatnak, hiszen jó, ők is jól kezdték a tavaszt. A tavaszi első fordulóban a C plusz V-t verték meglepetéssel 5-3-ra, utána következett nagyon nagy összecsapás, izgalmas meccset vívott a csapat, közben Pálfi óriási helyzete a másik oldalon. A Cooper FC-t vették akkor 2-1-re a 15. fordulóban a maraton, majd a 16. egy újabb győzelem a klub fecát 5-2-re. Tehát jó csapatokat sikerült legyűrnie idén eddig a maratonnak. Valamelyik gárda sorozata most megszakad, a győzelmi sorozat biztosan, de az is előfordul, hogy mindkét gárda veretlen marad a meccs után. Egy eladott labda, ismét Szabó Zoltán, a góllövőlista második helyzetje fordulhat. És az első védeni való Bombon portása Fehér István hárított. És ezt már nem tudta hárítani Fehér István. A harmadik perc legelején megszerzi a vezetést. A maratonsport egy szöglet után egy jól eltalált lövéssel. Vég Tamás a gólszerző. Folytatja tehát a meglepetések sorozatát a maraton. Megszerzi a vezetést a Bombon ellen. Egy óriási tumultus. A maraton kapuja előtt, de aztán kivágják a labdát. Halmai. Két cser bejön. Ott a lövés lehetőség. És egy újabb védeni. Újra védenie kell Fehér Istvánnak. Ezúttal Lemberger tüzelt. Fésű Gábor, Pálfi, túloldalon jön Fésű, egy középre tudja tenni, de ismét sikerül felszabadítani a zöldmezeseknek, most Lemberger fordulhat. Halmai, nem jó a kényszerítő, mert Nausz oda nyúlt, és végül sikerül megszeridíteni a labdát. Pálfi középletett labdáját kivágják a védők, Szabó Zoltán. És ismét Fehér hárít. Pálfi pedig már nem tudja megmenteni. Nézzük a kezdőcsapatokat gyorsan. A Bombonnál Sánta Tibor áll a kapuban. Rajta ki Mezőny, játékosok rajta ki Fodor, Halmai, Molnár Zoltán, Szabó Zoltán. Másik oldalon Pálfi, Komáromi, Knausz, Vésű és Szoboszlai kezdett. Most már hetesen Molnár Csaba is a pályán. Kapuban pedig, mint annyit tettem, Fehér István. Knausz,
5. percben járunk. Vég Tamás góljával vezet a maraton. Szoboszlai. Nausz. Nagyon zártan védekezik a maraton, nehéz áttörni. Fési próbálja kapu elébe játszani, és így lett veszélyes. Szoboszlai érkezett kapu előterébe, de lemaradt a labdáról. Sánta végzi el a kirúgást. Szabó nem tudja megmenteni. Vonal előtt bedobás. Jó csúsztatás, Komáromi. Megpróbálja középre tenni. Odalép Emberger, szöglet. Veszélyes helyzet volt. 6 perc telt el a találkozóból, továbbra is 1-0 a maraton javára. A helyezéseket tekintve mindenképpen meglepetés. Knauszról ment ki a labda. Zöldmezesek jöhetnek bedobással. Itt el is végeztek, Szabó. Ez nagy helyzet. És remekül véd a kapus. Szabó Zoltán teljesen egyedül állt szemben a kapuval és a kapussal. Jó mozdult ki Fehér. Rossz a labda. Gólszerző végtovábbított a Fésű. És egy újabb rossz passz Bombonnál. Egyenlőre tehetetlen a Bombon. Szervezeten jól játszik a maraton. Szoboszlai. Emberger és Szabó Zoltán vele szemben. Komáromi, az első cseh jó volt. Szöglet. Mégsem szöglet. Kirúgást ítélnek a játékvezetők. Sánta Tibor hozhatja játékba a labdát. Hosszú előreívelés. Knausz pedig okosan elengedte. Knausz. Újabb kirúgás. Rendkívül fegyelmezetten, szervezetten védekezik maraton. És ez eddig nem ízlik a Bombonnak. Előbb már több veszélyes próbálkozást is bemutattam Szabó. Zoltánék. Itt lehet a következő hazafejelt labda, mire majd nem becsapott Molnár. Bombon játékosok szabad rúgást szerettek volna kiharcolni, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot. Márfia vissza újra a pályára Bombonnál. Komárom tette elég veszélyesen haza Szabó Zoltán. És Fésű gyönyörűen szerelt. Ő is dobhatott. Késő. Báfi. Szép cseh lett volna, ha bejön. De lefülelte a labdát. Maraton védelme. És egy jó lövés Emberger próbálkozott. És még Fehérnek kellett kitolnia. Közben már Komáromi a másik oldalon. Még vissza tudja kanalazni. Szoboszlai. És oda piszkál egy láb. Újra kezdheti a támadás építést a Bombon. Komárom. Ősszel egyébként elég sima meccset vívott a két csapat. Akkor a Bombon 11-3-ra
verte a maratont. Közint egy nagy lehetőség. Óriási zicser volt. Nagyon szépen futott itt a jobb oldalon. Az eddig egyetlen gólszerzője vég. Nem találta el jól. Másik oldalon közben Szoboszlai próbálkozott kevés sikerrel. Végig lökött a fejes pillanatában, szabad rúgás. Fésű. Páfi szerez labdát. És egy remek lövés. Az ismétlésbe pedig belelépnek. Nagyot védett Sánta Tibor a maraton kapujában. Bár egy kicsit szerencséje is volt, hiszen ennek a középre ment a labda, az erős lövés volt. Fésű elengedi. A 11. perc közepén járunk. Továbbra is 1-0 az állás a maraton javára. Szabó. Berger. Szöglet. A gólszerző vég. Próbál labdához jutni, és most már Páfi fordulhat. Szabót keveri meg. És ismét Sántának kell bemutatni egy bravult, ez a lövés pedig már gyenge. Sánta Tibor nem kapkodja el a kirúgástól, érthető, hiszen ők vezetnek. Komáromi fejeli vissza, Szabó. Fésű szabadított fel, ez pedig magas bedobás. Pálfi, Komáromi. Vissza Pálfihoz, Szoboszlai. A 9-esen belülre nem tud bejutni a bombon. Azonnal visszazár a maraton támadások után, és nehéz áttörni. Lányívelése próbálkozik Pálfi, Szoboszlai. És ott egy lövés. Egyre többször jut el lövésre ez a bombom. Sántának most már Sánta Tibornak több dolga van, mint a másik oldalon. Fehérnek. De eddig hibátlanul oldja meg a feladatát. Maraton kapusa. Most egy hosszú kirúgás és bedobás. Közben Csücsenszki a pályán a bombonnál. Fésű pedig majdnem feladja a labdát. Knausz Tamás. Páfi. Fésű jön fel, és Szabó tisztáz. Szögletre az utolsó pillanatban. Szoboszlai végzi el a szögletet, és egy újabb megvédés Sánta Tibortól. Csücsenszki. Teljesen egyedül, és ismét egy hatalmas bravúr. Pálfi bólintott. Kapu bal oldala felé, de gyönyörű vetődéssel tolta ki a labdát Sánta Tibor. Cserél a maraton is. János. Jött be, Molnár Zoltán ment le. Az utóbbi percekben már nem jutott helyzetig a maraton gárdája, így inkább beszorulnak. De ez őrzik az egy gólos előnyt, mivel egyelőre ők a nyelők,
és most a szerencsésen volt a bombonnal. Pálfi forgácsolta szét a bal kapufát. Szépen fordult le. Pár centi hiányzott csak a gólhoz. 15 perc eltelt már az első fél időből, 1-0. Ezekkel a felívelésekkel utóbbi időben már nem sokra ment a maraton. Rendre kirúgás, illetve bedobás lett belőlük az ellenfélnek. Pálfi. Csicsánszki. És az zöldek dobhatnak. És a bedobásból összehoznak egy szögletet. Nem hiszem, hogy nagyon örülnek neki. Sánta rúgja ki. Rendben középen érkezem be, és most Szabó Zoltán indulhat. El is lövi. Knautról vágódott le a labda. Ismét Knaus blokkolt, ezúttal Emperger próbálkozásán. Pálfi. Knaus. Szabad rúgást kap a bombon. Pálfit lökték. Valamivel több mint 9 méter a távolság. Két tagú sorfal. Csicsánszki. Hatalmas kapufa. Hát ehhez igazából nem tudott hozzászagolni Sánta Tibor. Óriási lövés volt. Másodszor menti meg a kapufa a maratont az egyenlítő góltól. Ismét az előreívelés, fésű, vágja vissza, bedobás. A fél időből 8,5 perc van még hátra. Egy gólt láthattunk eddig. Vég Tamás még az első fél idő elején. Ezzel vezet a Emperger. Jó volt a továbbítás a kapu elé. Hosszú idő után az első veszélyes megmozdulása a zöldmezeseknek. Jánosi lőhette volna a második maraton volt. Knaus. Pálfi pedig már nem tudja megmenteni. Nem ismeretlen ez a helyzet a bombon játékosai számára, hiszen az előző fordulóban hasonló szituációban voltak, akkor a MÁV gépészettel játszottak, a szünetben a MÁV vezetett 3-1-re, végül azonban 5-4-re. A meccset a bombon nyerte. A bombon folytathatja bedobásra a játékot. Csucsánszki. Senkert nem is került kapura továbbítania. Betett labdát Csucsánszki. Szoboszlai. És ismét oda piszkál egy láb. Knaus elhozza két ember között. De már ismét a bomboné. És Pálfi szerez labdát. Egy gyönyörű szabályszerelés volt Knaus. Csucsánszki a másik oldalon, ki fogja ellőni, Csucsánszki lőtt el, de mellé. Kirúgás. Több volt ebben a helyzetben, mint ami lett belőle végül. Többen is ellőhették volna már. Végül Csucsánszki mellé durrantott. Emperger fejeli le, és ott a második maratongól. A 19. perc végén Emperger lefejelte a labdát a túloldalon érkező Szabó Zoltánnak, aki elpöccintette a kifutó kapus mellett. 2-0-ra vezet ezzel a maraton. Ami mindenképpen meglepetés, hiszen az utóbbi percekben egy helyzetet leszámítva nem tudta gólhelyzetbe kerülni. Pálfi szépíthetett volna.
Egyelőre nincs szerencséje a Bombonnak. Sorra maradnak ki az Itzelek. Még a maraton. Kevesebb helyzetéből kettő gólra is váltott. És itt lehetett volna a következő a Szabó, pontosabban céloz. Fésű. Csucsánszki. És ismét felszabadítottak a maraton játékosok. Naus. Szoboszlai. Kevesebb mint 5 perc van hátra. Nem jön be a csel. Csucsánszki. A középre emeli, de már kint volt a labda. Szabó végzi le a bedobást. Perger. Jánosi. Szabó. És vég, a két gólszerző játszott össze. Ki fog lőni? Hentberger lőtt. Nem sok hiányzott, hogy eltalálja a kaput. Naus. Szoboszlai próbált befordulni, de ismét jól szerettek. Berger. Szabó. Jó a csel. És Knaus szerelését szabadta, annak látják. Játékvezetők, 9 méterről jár a szabaddugás. Szabó áll a labda mögött, és nem volt túl nehéz dolga Fehérnek. Lassan vége az első játékrésznek. És egyelőre érik a meglepetés, 2-0-ra vezet. A bajnokság 10. helyezettje a Maratonsport. A második helyen álló Bombon ellen. Szabó Zoltán. Emberger, Jánosi. És Fehérnek kell ismét játékba adkoznia. A félidő közepén kicsit hullámvölgybe került a maraton, de túlélték a rómokat, és most újra legalább annyi lövést tudnak zúdítani Bombon kapjára, mint az első félidő elején. Naus emeli ki, és egy szabálytalanság, Fodor József került a földre. Szoboszlai volt ebben a segítségére. Berger. Szép játék. És ott a harmadik gól. 23. percben járunk. Szabó második góljával 3-0-ra vezet már a maraton. Kiváló formában játszik a zöldmezes gárda egyelőre. Nagyon magabiztos. 3-0-ás vezetés. Az első félidő végén. Fésű. Dolgozza ki a veszélyes helyzeteket. A Bombon is. De a végén valahogy sosem szerencséjük a helyzet, ezekkel a helyzetekkel. És Emperger indíthat, Szabó indulhat. És ezt csúnyán mellé lőtte. Belőhette volna a harmadik gólját Szabó Zoltán. Ez azonban kimaradt. Alig van, mert több mint egy perc van hátra az első fél időből. Amikor Szoboszlai tartja a labdát, hogy kapja vissza, és ott blokkolják. Minden üres a kapu. És a nehézséget mindjárt megszerzi Sánta Tibor. Mert Emberger már a másik kapunál. Naus szabadít fel. Szöglet. És egy óriási kell érnie az időközben pályára lépő hegedűs kapusnak, aki Fehért váltotta a Bombon ketercében.
fél perc van hátra az első fél időben. Az elrontott szöglet után azonnal visszazárt a maraton, de újabb támadásra már nincs idő. 3-0-ra vezet tehát a maratonsport a Bombon ellen. Szabó 2 gólt szerzett, még a harmadik találtot végjegyzi. Egyelőre tehát az első fél idő után meglepetés eredmény a Bombon maraton meccsen. Az öltözés maratonban előben, és a Bombon kezdte a második játékrészt. Nausz. Kucsánszki. Való. Jött a maraton, és egy újabb. Remek védés. Hegedűsnek kellett ismét játékbe avatkozni. Szögledő pedig végigpróbálkozhatott. Két gyors maraton lehetőség. Nyert a második fél idő elején. Szabó ezt nem sikerült kapásból elvinnie. Szabó Zoltán. Ez pedig már fölé száll. Kucsánszki fordulhat. Az első gól szerzője végszabadított fel. Nagyon szervezettel is szorosan fog embert a maraton. Jól játszanak. És most fordulhatnak is. Halmai. 3-2 ellen Halmai. És egy kicsit volt hosszú a labda. Szabó Zoltánnak. Már Baló. Szoboszlai. Kapuvasat találta el. Lövések mindkét oldalon. Az eredmény változott egyenlőre. 3. Ez hosszú labda. Molnár Zoltán nem jelenti rá ezt a paszt. Nausz. Jó volt a megelőző szerelés. Fésű elegánsan elengedi. Kirikás. Jó. És messze el a kaputól kivágják. A védők. Nevesen Kisler, hogy a dolgot szabadított. Csucsánszki. Szoboszlai tartja, vissza Csucsánszkihoz. Blokkolják. És egy óriási hitszer. 4 méterről lőtt felé Szoboszlai. Nem jön össze a gólszerzés a Bombonnak, pedig próbálkoznak becsülettel. Lőttek 2 kapufát az első fél időben, tehát a szerencse sem állt melléjük. Maraton pedig jól használta ki a lehetőségeit. Pillanatra ide oda pattogott a labdolt a hatoson belül. Aztán hozhat ki a maraton. Újabb létszám fölényes helyzet. Nem volt túl pontos. A passz. Jobba lett a lendület. Szabó. És a ügyel bajja is, de felszabadít fésű, Csucsánszki. Hatalmas kapufát itt az első fél időben szabadításból. Ez is még jött a maraton. De csak eddig. Lüktet a meccs. Bombon megpróbál szépíteni. És nagy kérdés, hogy meddig bírják a csapatok ezt az iramot. Ne
Szabó egy lövés, és Knauszó pattal le. Kisebb vita. Támadta a játéktéren. Emberhátrányba kerül a Bombon Szoboszlai kérdező reklamálásért. Az előző szituációt vitatta Szoboszlai. Ember előben az öllek tehát. Knausz. Nem volt jobb Áfinak. Telik múlik az idő, 31. percben járunk. Ebben a játék részben még nem láthattunk gólt. Szabó. Knausz saját nagyon szépen. Jött az ellentámadás Páfi. És odalép a védő. Két cselt is bemutatott Páfi. Még így lakották a lövését. Ezt a támadást elkapkodta a maraton. Fésű. Páfi. Éles szögből mellé. Páfinak nincs szerencséje van a lövésekkel. Szabó, jó a csel, többen is várják középen a labdát, ami végül Hegedűs kapusé lett. Knausz szabálytalankodik, az első gólt szerző véggel szemben. Még mindig ember hátrányban a Bombo. Két gól a Szabó Zoltán. Való fordulhat. Páfi. Ismét nem jut össze az utolsó passz a Bombonnál. Ha pedig összejön, akkor a lövés. Vagy mellé száll, vagy fölé, vagy pedig remekül hárít Sánta Tibor. Kérdik hiba nélkül őrzi a hálóját. Éles szögből Molnár Zoltán próbálkozott, de ez nem volt igazán veszélyes. Páfi. És dobhat a maraton. Halmai. Cserbe jön. És nem számított a sarkozásra. Molnár Zoltán. Bedobás. Teljes létszámban már a Bombon. Knausz. Páfi. Köszönt a passz. De visszaszerzik Fésű. És egy újabb remek védés. Aztán egy jó blokkolás a védőktől. Kisler. Hárított. Óriási mozgásodban is Páfi. Megint nem sikerül eltalálni a kaput. Kettős csere a Bombonnál. Amelyikben egyelőre csak az egyik valósult meg. Volnál jött való helyet. De végindul. Nem történt szabálytalanság. Knausz. Molnár sarkozása. Bedobást ér. Most a másik csere. Knausz egy csúcsászki. Molnár. Maraton most az utóbbi percekben nem cserélt. És mindezt volt időm elmondani.
mert nem értették meg egymást bombójátékosok. Bedobás a másik oldalon, Maraton javára. Negyed óra van hátra a mérkőzésből. Három új. Közben most már cserélt a bombon is. Elnézést a Maraton is. Emperger, aki most lőtte ezt a gyönyörű kapufát, ő lépett pályára. Másik oldalon pedig Csucsánszki. Szépen helyezte Csucsánszki. Nem volt benne a erő. Emberger. Gyönyörű előtte. Kapura az előbb a labdát. Nem sok híja volt, amelyedik maraton volnak. Komáromi. Pálfi teszi középre. És fordulhat a maraton. Ismét 3-2 ellen. Emberger. És Csucsánszki lefüleli. Most azon fordul a kocka. És ez sincs benne. Molnár lövését kitolta Sánta. Majd Szoboszlai duplázását is hárította. És most Csucsánszki lövését is. Kiváló formában a maraton állóőre. Egyelőre nem tudnak túljárni az eszén. Csak most, abban a pillanatban, ahogy kimondtam, azonnal lőttek egy gólt. A bombon játékosok. Egészen pontosan Molnár. 1-3. Két gól már csak a bombon hátránya. Sikerült átszépítenie a fehérmezes csapatnak. Tabella második helyén álló gárda. Még akár egyenlíthet is, hiszen idő van még. 13 perc a mérkőzésből. Kérdés, ugye, valószínűleg nagy rohamokat indító bombonnal szemben mennyi ellenállást tud még kifejteni a maraton. Csucsánszki. Komáromi. Szoboszlai. Szép volt a család. Komáromi. Labda egészen hátra került. Hegedűs kapusi. Fordulhat. És épp majd lemaradt a túloldalon. Winkler a középről öt labdáról. Szabadrúgás bombon javára. Csucsánszki a labda mögött. El is lőtte Csucsánszki. Sántának kellett szögletre tolnia. Ismételhet Csucsánszki, zúgta a dobás. És nem ért el fejjel Szoboszlai. Szoboszlai nézi a másik oldalon a bedobást. És jó kapja vissza a Dettbergertől, Szabó. Középen teljes nyelvűn érkezett a játékostárs. Szabó azonban nem adta le. Inkább kapura lőte. De jól védett Hegedűs. Szöldlet. Dettberger. Kapu elé próbálta visszajátszani Szabóhoz. Szoboszlai. Keményen gyötrik. Most kapja vissza, és beleteszik a lábukat a lövésbe, Csucsánszki, és ezt is blokkolják. A kettő az egy ellen, Berger, Szabó, és elemeli. A kapu fölött és mellett. Iléc alá szerette volna emelni a labdát. Az elvetődő Hegedűs kapus fölött, ma nem jött össze ez a harmadik gól. A saját maga harmadik gólja. Molnár. Most nem, nincs nagyon megállás a meccsen. Folyamatosan zakatolnak a csapatok. A bombon
beszeretné hozni hátrányát, maraton pedig növelni előnyét. Csicsánszki, és szerencsére marad előtte a labda. Végül kivágják. Komárhony pedig merindíthatja az újabb rohamot. És ez is elhal valamelyik maratonjátékos lábán. Kevesebb, mint 10 perce van a bombónak a szépítéshez, vagy az esetleges egyenlítéshez. Jó szerelés Szabótól több dobhatnak. Kitart tehát még mindig az első fél időben szerzett 3 gólos előny. Berger. Óriási szóló. Még mindig ott a lehetőség. És a sokadik lövési kísérlet már benn van. Szabó Zoltán a 3. gólját szerzi. A 42. percben. És visszaállítja a 3 gólos különbséget. 4-1 a maraton javára. Legalább 5-6 lövés zúdult most Hegedűs kapujára. Kapus becsületére legyen mondva, hogy mindet hárította, kivéve az utolsót. De akkor már kiszolgáltatott helyzetben volt. Komáromi. Szoboszlai. Baló. És lehúzza a labdát Sánta. Nem szedik meg a második bombon találat. Berger. Most nem értették meg egymást a játékos társal. Szoboszlai. És ismét jó a blokkolás. Nagyon zártan, fegyelmezetten védekezik a maraton, és villámgyors ellencsapásokat indítanak a zárt védekezésből, amit eredményesen is tudok befejezni. Két perccel a vége előtt áfiozhatja, illetve ívelheti a labdát. A védők ezt is kifejezték, tanulás. Mozgott a labda, begurult a játéktérre, a Páfi elvégezte a rúgást, így az ellenfél jöhet. Vég. Középedett labdát kikanalazzák, és Enterbe csúsztatja ki Komáromi elől. Sánta, Emberger tartja a labdát egyelőre, nyerjenek a társak, de aztán Pártinak belül fejest. Majd messziről egy lövés. Ez jó egy méterrel mellé. Fogy az idő bombon számára. 3 gólos hátrányban. Dobogó második fokán álló csapat. És így a lehetőség. Páfi csúsztatta haza, még mindig ott üres a kapu, és belövi Szabó. A 4. gólját szerzi a maraton 6-os játékosa. 5-1. Azt hiszem ezzel eldőlt a meccs, hiszen 5 perccel a vége előtt 4 gólos hátrányban már a bombon. Ezt már nem lehet ledolgozni. Szőlő. Tiszta szerelés Komáromi mellé. Nagyon harcos volt az előbb a gólnál,
Szabó Zoltán. És a negyedik gólja lett a jutalma. Tegyük hozzá, egy kellett hozzá Pálfi hibája. Haza szerette volna csúsztatni kapusához a labdát, azonban nem számolt az öltözött csatárokkal. Gól lett a vége. A sokadik sikeres maratonblokk. Majd itt a következő Pálfi. Berger szerez labdát, és indítja Szabót. Vég a túloldalon, ezen az oldalon pedig érkezett Winkler, de hosszú volt a labda. Komáromi. Szoboszlai. Ez pedig rossz. Pálfi ívelése. Magasan a kapu fölött száll el. Sánta kapus következhet kirúgással. Komárom fejel vissza. És egy újabb bravúros védés a maraton kapusától. Szoboszlai próbálkozását ütötte ki. Lefülelik a szögletet, a zöldmezesek, és Szabó már indult. Pálfi. Szerencsével, de megtartja. Csel már nem jön be, Emberger. Szőlő visszaszerzi. Háromig. Közülövése is mellé száll. Nincs szerencséjük a támadás befejezéssel a bombonjátékosoknak. Egyedül Molnár tudott eredményes lenni. Közben Szabó. És Szabó belövi. A hatodik maraton volt. 6-1 ezzel. És egy egészen kiváló egyén teljesítménynek lehetünk szemtanúi, hiszen Szabó Zoltán 5. gólját szerzi. És megint nála a labda, de aztán elvesztük Komáromi. Szőlő. Emperger menje ezzel kikanalazza, és egy újabb blokkolás. Egész egyszerűen kiválóan védekezik a maraton. Amit pedig nem tudnak blokkolni, azt védi Sánta Tibor. Újabb szöglet. Kevés idő van már hátra a mérkőzésből. 6-1-re vezet a maraton. Komáromi. Oda piszkál még egy lát, és már is fordulhat Szabó. Passz nem volt jó. Ezúttal Komáromi nem tud indítani. Molnár az egyetlen bombon gól szerzője. A hosszú oldalon pedig nincs senki a fejérmezesek közül. Így Szabó végezheti el a bedobást. Az utolsó percen belül járunk, mert 6-1-re vezet a maraton. És meglepetéssel ér véget a Bombon maraton találkozó. A maraton visszavágott tehát az őszi 11-3-as vereségért. És begyűjti a bajnoki pontokat, a győzelemért járó 3 bajnoki pontot a mérkőzésen. És egy újabb nagy lépést tesz a bennmaradás kiharcolása felé. Bombon pedig nem tudta elkapni a fonalat a mai meccsen. Nem sikerült gólra váltani a helyzeteket, és így vereség lesz a vége. Az utolsó másodpercek a meccsen,
Szabó. Jó volt a labdaszerzés, Szoboszlai. És ismét levágódik a labda. Aztán Szabó emeli ki. És ahogy Szabó kirúgta a labdát, Molnár találta el. A játékvezető pedig veszélyes játékért szabadrugás. Méghozzá közvetett szabadrugás a hatoson belülről. Való a labda mögött, de legurítja Szoboszlainak, aki ha nem is sokkal, de fölé lövi. És a kirúgása már nem marad idő, 6-1-re nyeri a Gombon maraton sportmeccset. A maraton megérdemelten, hiszen szervezett, jó védekezés és eredményes támadójáték jellemezte ma a játékukat. És nem utolsó sorban meg kell említenünk Szabó Zoltán, aki 5 gólt lőve a meccs legjobbja volt. Még egyszer a végeredmény, Gombon maraton sport 1-6. A 17. fordulóban nem csak ez az egy meglepő eredmény született. A Szépházak megszenvedett a győzelemért, és a Bretton RT váratlan vereséget szenvedett. A Turul Lány C plusz V mérkőzésen a tavaszi szezont 3 vereséggel nyitó C plusz V kezdett aktívabban. A kezdeti rohamok azonban nem hoztak eredményt, és egy jól eltalált lövéssel a Turul szerzett vezetést a 6. percben. Az addig sem gyenge Iram a gól után tovább erősödött, felváltva kerültek veszélybe a kapuk, de az újabb találatra a 21. percig várni kellett. Mivel ekkor is a narancssárgamezes Turullány volt eredményes, a szünetre ők vonulhattak 2-0-ás előnnyel. A második játék részben a C plusz V beszorította ellenfelét, azonban valamennyi szépítési lehetőséget elhibázták a játékosok, és csak 5 perccel a lefújás előtt sikerült minimalizálniuk a hátrányt. A hátralévő időben mindkét oldalon egy-egy kiállítás miatt izgulhattak a csapatok, az eredmény azonban már nem változott, a Turullány 2-1-re felülmúlta a C plusz V-t. Igazi rangodó volt a nevünkhöz méltó a mind a két régi nagy csapat. Most mi jöttünk ki szerencsésebben. Sajnos nekünk nem mentek be a helyzeteknek, 1000 helyzetük volt, nem tudták berúgni, most nekünk volt szerencsénk. A tavaszi szezonban most játszottunk a legjobban, pedig egy nagyon erős ellenfél ellen. Szerintem olyan nem hazudok, aki látta a mérkőzést, 4-5 góllal kellett volna nyernünk ezt a mai találkozót. Hát ilyenkor, amikor nem kapja el az ember a fonalat, sajnos akkor a szerencsés elpártol, és ez már a 4. vereség, de hát megyünk előre, és nézzünk további meccsekre, reméljük még lesz győzelem. A dobogó 3. fokán álló Bretton RT a 13. helyezett Cooper SC-vel mérkőzött. A jóval esélyesebb Bretton nem tudott mit kezdeni ellenfele agresszív játékával, és már a meccs elején hátrányba került. A gól után a Cooper SC fegyelmezett védő munkával és okos támadójátékkal továbbra is sakban tartotta ellenfelét, és a félidő közepén növelni is tudta előnyét. A második játék részben a Bretton még nagyobb nyomás alá helyezte a kékek kapuját, és a 42. percben sikerült is megszerezni a szépítő találatot. A minimális különbség miatt az utolsó pillanatig nyílt volt a meccs, és mivel a záró percekben mindkét oldalon megrezdültek a hálók, a Cooper SC 3-2-re győzte le a Bretton RT-t. És nagyon kellett, mert 2 vereség után vagyunk, és nagyon kevés pontunk van, de 2-0-nál olyan óriási zicserek voltak ott, ha egyet kihasználunk, akkor szerintem megvan a meccs. Így a vége viszont elég meleg volt. Igen, igen, nagyon sok helyzetük volt, és most az utolsó percben ezt a szép gólt rúgták. Ha előtte egy helyzetet kihasználunk, akkor ezzel X van, és akkor 2 pontot vesztettünk. 2 dobogó közelben tanyázó csapat találkozott a Bádogos MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Mérkőzésen. A cserék nélkül kiálló Bádogos nem tudott partnere lenni ellenfelének, és 10 perc játék után már 2 gólos hátrányba került. Az előnyét magabiztosan őrző MÁV Gépészet további lehetőségeket is kidolgozott, azonban a 3. gólt csak a 2. félidő elején sikerült megszerezniük. A folytatásban a magára találó Bádogos is egyre több helyzetet dolgozott ki, azonban az ígyszerek sorra kimaradtak. A játékrész közepén aztán 2 perc alatt 3 gól is született, ebből 2-t a MÁV jegyzett. Az eredmény a későbbiekben már nem változott. A Bádogos 5-1-es vereséget szenvedett a MÁV Gépészet Alba Kerámia gárdájától. Ők is mondjuk kihagytak sok helyzetet, de azt hiszem mi is. Hát én azt hiszem 3-4 zicset hagytam ki. Nem szabadott volna. Örülünk a győzelemnek, mert az elmúlt 5 fordulóban nem nyertünk. És hát valószínűleg, hogy rossz volt a felkészülésünk. De hát reméljük, hogy innentől fogva megjön az önbizalom és nyerjük a meccseket.
Ha a bajnok lista vezető Szépházak ingatlan irodának a hibátlan mérleg megőrzése volt a cél az utóbbi fordulókban a kieső helyekre visszacsúszó Polyák BT elleni meccsen. A találkozó ennek megfelelően indult, a Szépházak csapata sorra dolgozta ki a helyzeteket, azonban az ellenfél szervezett védekezése miatt nem sikerült megszerezniük a vezetést. A Polyák BT gyors kontrákkal próbálkozott, és az egyik ilyen támadás után az előnyt is sikerült magukhoz ragadni. Sokáig azonban nem örülhettek a vezetésnek, mert pár percen belül érkezett a válasz, így egy-eggyel fordulhattak a csapatok. A második 25 perc elején már a listavezető szerzett vezető volt, és mint később kiderült, ezzel a végeredményt is beállították. A Polyák BT minden erejét felőrölte a védekezés, a támadás építése már nem maradt energiájuk. A Szépházak ingatlan iroda minimális 2-1-es győzelmet aratott a Polyák BT felett. Nem volt olyan könnyű meccs. Mindenki összedi magát ellenünk, azt hiszem. Végül is a játék az nekünk állt, én úgy érzem, voltak helyzeteik nekünk is. Nehéz meccs volt, talán nem fogtunk ki a jó napot mi sem. Az ellenfél jó védekezett, kemények voltak, de úgy érzem, hogy az érvényesült, amit mi akartunk. Ez meg is látszik az eredményen. Nem volt könnyű meccs, de partiba voltunk végig. Az első fél időben kellett volna az ütszerenketből megint rugni volt, és akkor nem lett volna ez a vége. Következő meccseken javulhat ez a góliszony? Szerintem igen. Bízunk benne. A bajnokságban eddig hullámzó teljesítményt nyújtó klub Feca a tavasszal hibátlanul menetelő Fevitával találkozott. A meccset a Feca kezdte jobban, és két jól eltalált lövéssel korán megnyugtató előnyt szerzett. A Fevita ezúttal nem tudta a rájuk jellemző szellemes és eredményes támadójátékot nyújtani, kevés veszélyes helyzetet alakítottak ki a sárgamezesek az ellenfél kapujánál. A szünet előtt megrázta magát az előnyben lévő Feca, néhány perc alatt háromszor is a Fevita kapujába került a játékszer. A második játékrészben valamelyest magához tért az 5-0-ás hátrányban lévő Fevita, és bár ekkor már a góllövés is összejött a gárdának, a sorozatos védelmi hibák miatt tovább nőtt a különbség. A meccset végül 9-3-ra nyerte a klub Feca a Fevita ellen. Kiesési rangadón találkozott a Total Food a Süni és barátaival. Mivel mindkét gárdának égető szüksége volt a bajnoki pontokra, óriási elánnal kezdték a találkozót. A Total Food vezető góljára azonnal válaszolhatott volna a Süni, azonban a kezezésért megítélt büntetőt kihagyta Rapai. A félidő végén javított a Süni játékosa, egy góllal és egy asszisztal felettette korábbi hibáját. A Süni 2-1-es vezetésével kezdődő második félidőben tovább nőtt a különbség a csapatok között, azonban a Total Food jó hajrájának köszönhetően szorossá tudta tenni a meccset. A végére azonban még tartogatott egy gólt a Süni és barátai, így végül 6-3-ra győzte le a Total Foodot. Minden mérkőzés nehéz, mint láttátok a mai is, hiszen az ellenfél nagyon lelkesen játszott, sőt időnként jól is. És általában volt náluk egy-egy játékos, aki mindig egy váratlan megoldásra zavarba hozta a védelmünket. És igazán a második félidő úgy tűnt, hogy eldől a mérkőzés, azt hiszem 5-1 volt, de gyorsan kaptunk két gólt, és 5-3 után megint izgalmas lett a mérkőzés. Szerencsére megint nekünk sikerült betalálni. Talán a meccsei nekünk állt egy kicsit a mérkőzés, aztán kaptunk talán 3 gólt, ami elkerülhető lett volna. Végén az akarat hajtott minket, de hát ennyire kellett sajnos már az erejünkből. Nézzük a 17. forduló eredményeit. Turul Line, C plusz V, 2-1. Cooper SC, Bretton RT, 3-2. Bádogos, MÁV Gépészet Albakerámia 57 Kft, 1-5. Szépháza 94 ingatlan iroda, Polyák BT, 2-1. Klub Feca, Fevita, 9-3. Bombon, Maratonsport, 1-6. És Total Food, Süni és barátai, 3-6. A tabellát a Szépházak 94 ingatlan iroda vezeti 100%-os teljesítménnyel 51 ponttal. Második a Bombon 36, harmadik a Bretton RT, negyedik a Bádogos 31-31 ponttal, ötödik a Turul Line, hatodik a MÁV Gépészet Albakerámia 57 Kft. 27-27 ponttal. A Klub Feca a hetedik 25 ponttal. A nyolcadik a C plusz V, a kilencedik a Maraton, a tizedik a Fevita, valamennyi csapat 22 ponttal. A kieső helyeken 11. a Süni és barátai 19, 12. a Polyák BT 16, 13. a Cooper SC 15 és 14. a Total Food 5 ponttal. Az 1B osztályban is a 17. fordulót rendezték a héten az eredmények. Truck Trailer Köfém 2, Ságépítő RT 5-3, FC Chelsea, Opsitos 8-3, Fejér Víz, Más Tészta 3-1, Fészeképítők, Koral 4-3, Zöldker 96 Kft. Hungária Taxi 2-7, Dekkebau, Plazbau Veszprém Beton 1-4, VDA, Airsub Alba Logisztik Széphő 3-4. A tabellát a Fejér Víz vezeti 48 ponttal, második a Truck Trailer Köfém 2 43, harmadik a Dekkebau 31 ponttal.
Negyedik az Erszáb Alba Logisztik Széphő, ötödik a Fészeképítők, hatodik a Más Tészta, hetedik a Korall, nyolcadik az FC Chelsea, kilencedik a Zöldker, tizedik az Opsitos, a kiesőhelyeken tizenegyedik a VDA, tizenkettedik a Hungária Taxi, tizenharmadik a Placbau Veszprém Beton és tizennegyedik a Ságépítő RT. Kedves nézőink, ennyi volt már a Kispálya sportműsorral, legközelebb holnap az Ittszer magazinban várjuk Önöket. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!